Bevezető, navigáció és beállítás. Köszöntjük a PA5X használati útmutató videóban! Ez a hangszer egy elegáns és nagy teljesítményű zenei és előadói munkaállomás. Könnyen kezelhető, jól áttekinthető felhasználói felület, nagyméretű színes érintő kijelzővel, a vezérlőpanelen található megvilágított színkódolt gombokkal, 16 gombos mátrix egységgel és még sok minden mással. Mindegy, hogy a 88 hangos kalapácsmechanikás, zongoraszerű billentyűzetes vagy a 76 és 61 hangú félig súlyozott billentyűzetes modellt választod, inspirálónak találod majd a teljesen autentikus érzést és tökéletesen kontrollált kifejező játékmódot. Mielőtt elkezdeni, Indítsuk újra a PA5X-et, hogy mindketten ugyanonnan induljunk el a hangszer megismerésében. Nyomd meg és tartsd nyomva a Power gombot, amíg a kijelző elhalványul. Majd engedd el a gombot. Miután a kijelző teljesen elsötétült, a bekapcsoláshoz nyomd meg újra a Power gombot. A számítógépek elindításához hasonlóan itt is igénybe vehet néhány másodpercet az elindítás és az összes szükséges adat, például a PCM és más erőforrások betöltése. Ebben a videóban a PA5X fő funkcióit tekintjük át. Sok mindenre ki kell majd térnünk, ezért az egyes gyakorlatok rövidek lesznek, de ennek elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy elkezdhesd a hangszer használatát. Javasoljuk, hogy sorrendben nézd meg az egyes fejezeteket. Részletesebb információkkal a KORG weboldalán elérhető PDF útmutatók szolgálnak. Ne foglalkozz vele, ha a hangszeretben lévő stílusok és hangszínek eltérőek vagy más helyeken találhatók, mint ami a videón látható. A videóban használt stílusok és hangszínek csak példaként szolgálnak. Ha azt az utasítást kapod, hogy válasz ki egy adott stílust vagy hangszínt, de az nincs ott, vagy más a neve, válasz ki egy másik stílust vagy hangszínt, és folytasd az útmutató megnézését. Most tekintsük át a PA5X kezelőfelületén való navigálást. Ha ismered a régebbi kork PA billentyűs hangszereket, észre fogod venni, hogy nincs style play mód vagy song play mód. Ehelyett úgy van megtervezve, hogy közvetlen hozzáférést biztosítson ahhoz a három fő dologhoz, amire a PA5X használható. Stílusok, dalok és a billentyűzeten játszott hangszínek, melyeket keyboard szeteknek hívunk. Például a régebbi PA billentyűs hangszereknél a stílusokat style play módban, a dalokat song play módban játszhattad le. Ám most a stílusok és a dalok lejátszása ugyanott történik. Itt, az első lejátszónál vagy a második lejátszónál. Lejátszhat egy stílust az első lejátszón, majd átúsztathatod egy MP3 dalba a második lejátszón. Akár a stílusok átúsztatására is lehetőség van. A vezérlőpanelt teljesen újra terveztük, hogy logikus és könnyen elérhető legyen. Vessünk rá egy pillantást. Az egyes részeket a következő fejezetekben részletesen is áttekintjük, de alapvetően ez a vezérlőmodul, amely 9 csúszkával és 9 kapcsolóval rendelkezik. Ezekkel olyan dolgok vezérelhetők, mint a hangerősség, orgonadróbárok, bizonyos hozzárendelhető funkciók, stb. Ez a stílusok, pedek és márkerek zónája, ezekkel többek közt az automatikus kíséret is vezérelhető. Ez a lejátszók zónája. Ez a hangszínek zónája. A kapcsolók lehetővé teszik a keyboard setek kiválasztását és a kedvencek elérését. Ez a Matrix. A 16 programozható gomb lehetővé teszi a hangszínek, frázisok, sávlejátszás, némítása többi elindítását. Ez a navigációs és adatbeviteli zóna lehetővé teszi a menük, oldalak és paraméterek megtekintését és a kiválasztott paraméterérték módosítását. Ez a tempózóna. És végezetül az érintőképernyős kijelző. A kijelző az optimális láthatóság érdekében felfelé és lefelé megdönthető. Nyomd meg az unlock gombot, ekkor a kijelző kissé kiugrik. A gombot nyomva tartva állítsd a kijelzőt a kívánt állásba, majd engedd el a gombot. A kijelző mögött egy tartó található, amely megtámasztja a kijelzőt és megakadályozza, hogy elmozduljon. A kijelző zárt helyzetbe történő visszaállításához tartsd meg a kijelzőt középen, nyomd meg és tartsd nyomva az unlock gombot. A kijelző felső keretének közepét óvatosan megnyomva rögzítsd a kijelzőt zárt helyzetben és engedd el a gombot. A kijelző fényerejének beállításához először nyomd meg és tartsd nyomva a shift gombot, majd a menü gombot nyomva tartva forgasd el a tárcsát. Fordítsd el balra és vissza. Ez a beállítás az újbóli beállításig megmarad. A következő fejezetekben részletesebben áttekintjük a kijelzőt, de alapvetően a kívántok közvetlen eléréséhez és beállításához meg kell érintened azt. Például, érintsd meg itt a jobb felső sarkot, ekkor megnyílik a Page menü, ami hasonló a számítógépek legördülő menüéhez. Ez lehetővé teszi számos opció megjelenítését ahhoz az adott oldalhoz kapcsolódóan, amelyen éppen tartózkodsz. Érintsd meg, amit akarsz, például szép Keyboard set. Most nyomd meg az Exit gombot. A pa 5 egyik hatásos újdonsága a vezérlő modul. Ez 9 csúszkából és 9 kapcsolóból áll. Az egyes csúszkákhoz vagy kapcsolókhoz rendelt funkció megjelenik ezen a szalak kijelzőn. A View gomb megnyomásával felváltva megjeleníthető, hogy a csúszkák és a gombok mihez vannak hozzárendelve. Ez az öt gomb lehetővé teszi annak kiválasztását, hogy a csúszkák és a kapcsolók mit vezéreljenek. A kijelzőn én meg a kontrollfület. Ez az oldal mindig azt tükrözi, amit a vezérlőmodulnál kiválasztottál. Az első oldalra való visszatéréshez érintsd meg a mainfület. A PA5X úgy van megtervezve, hogy amikor ki és bekapcsolod, a panel néhány kapcsolójának állapota visszatérjen a kikapcsolás ideje szerinti állapotához. Például, ha az autófil be volt kapcsolva, akkor az újraindítás után is be lesz kapcsolva. Ha ki volt kapcsolva, akkor az újraindítás után is ki lesz kapcsolva. Így pontosan úgy lesz beállítva, hogy azt bekapcsoláskor szeretnéd. A következő fejezetek elején útmutatást kapsz arra vonatkozóan, hogyan állítsd be a PA5X-et, hogy ugyanúgy legyen beállítva, mint az enyém, így pontosan követhetsz majd, ha szeretnéd. Röviden tekintsük át a hátsó panelt. Mikrofon és gitár audio bemenetek. Audio kimenetek csatlakozók, MIDI, microSD kártyanyílás, USB csatlakozók és egy HDMI videó kimenet. Itt csatlakoztathatod az opcionális dempörpedált is. Sokféle dempörpedál létezik, ezért érdemes a PA-5X-et az első használatnál az adott pedálhoz kalibrálni. Mint sok számítógépes alkalmazásnál, a PA-5X-nek is van egy beállítási része, ahol olyan paraméterek érhetők el, amelyek a hangszer egészét befolyásolják. Nyomd meg a Settings gombot. Ha a kijelződ nem így néz ki, akkor nyomd meg a menü gombot. Íme a 9 szerkesztési lap, érintsd meg a controllers -t. Ez a szerkesztési lap négy oldallal rendelkezik, melyek itt láthatók a kijelző jobb oldalán. Érintsd meg a fut oldalt. A Damper résznél érintsd meg a Calibration gombot. Nyomd le és tartsd nyomva a pedált, és érintsd meg itt. Most enged fel a pedált, és érintsd meg itt. Ezzel kész is vagy. A kalibrálás automatikusan lementésre kerül, és csak másik pedál vagy lábkapcsoló használata esetén kell majd újra elvégezned. Lehetőséged van az adott helyen érvényes dátum és idő beállítására. Ehhez továbbra is a beállításoknál tartózkodva nyomd meg a menü gombot, majd érintsd meg a General Controls-t és a Clock and Power oldalak gombjait. Itt kiválaszthatod az óraformátumot. A paraméterek többféleképpen is beállíthatók. Először érintsd meg a beállítani kívánt paramétert, majd használd a tárcsát vagy az Up-Down gombokat. Emellett az adott mezőt megérintve majd felfelé és lefelé, vagy balra és jobbra húzva is beállíthatod a kívánt értéket. Vagy választ ki kétszer az adott paramétert, és a megjelenő számmillentyűzet segítségével megadhatod a kívánt értéket. Néhány paraméter mellett háromszög található. Ezt megérintve megjeleníthetsz egy listát, melyről kiválaszthatod a kívánt értéket. Az időbeállításához érintsd meg az apply gombot. Az energiapazarlás elkerülése érdekében a PA5X automatikusan kikapcsol, ha két órán keresztül nem játszol rajta, nem nyomod meg egyik gombot sem, és az érintőképernyőt sem használod. Ha a hangszert hosszabb ideig nem használod, kérjük menj le a szerkesztett adataidat, például a keyboard szeteket, a stílusokat, a dalokat, stb. Ez a funkció igény szerint kikapcsolható itt. A KORG azt javasolja, hogy hagyd bekapcsolva. Ez lehetővé teszi minden ilyen beállítás automatikus lementését. Nyomd meg az exit gombot. És végezetül a PA5x több demódalt is tartalmaz. A demó módba való belépéshez nyomd meg egyszerre a mén és a keyboard pad gombokat. Ekkor elindul az első demódal, és a hangszer sorban lejátsza az összes dalt. E három kategóriából választva konkrét dalokhoz is ugorhatsz. Teljes dalok, szóló hangszerek, vagy stílusok. A demo mód kiváló lehetőséget biztosít a hangszínek, stílusok és a csodálatos hangszer képességeinek a felfedezésére. A demo módból való kilépéshez nyom meg egyszerre a main és a keyboard pad gombokat.